A közelmúltban történt két tűzesettel kapcsolatos halálesetekről adott tájékoztatást a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Szekszárdon a Demete utcában riasztották a tűzoltókat, ahol a házban lakó idős férfi felső ruházata gyulladt meg főzés közben, ami az életébe került. A tűzoltók kiérkezésekor már nem volt tűz, beavatkozásra nem volt szükség. A másik sajnálatos eset Mőcsényben történt, ahol szintén egy idős ember veszítette életét, miután háztartási tevékenység közben meggyulladt a ruhája. A kora tavaszi, vagy itt a téli időszakban azért mindenki igyekszik rétegesebben öltözni, hogy komfortosabban tudjon otthon mozogni, viszont ezek a vastag ruhadarabok, akár ezek a műszáres ruhadarabok sajnos hajlamosak arra, hogy nagyon hamar meggyulladjanak, és ilyen szinten akár így azt az életünket is elveszíthetik. A halálos lakástüzek áldozatai gyakran egyedül élő idős emberek, akik mire észreveszik, hogy tűz keletkezett, már megtörténik a baj. Ezért nagyon kérünk mindenkit arra, hogy gondolja végig ezeket a teendőit, vagy esetleg cselekvéseket, amelyekkel tudja ezeket a veszélyforrásokat kizárni. Itt a konyhában akár a nyitlánk használat, tehát nyilván, hogyha lehetőség van rá, anyagiak is engedik, egy villanytűzhely vagy egy kisebb teljesítményű villanyrezsó is az, amivel már ki lehet zárni. Klasszikus példa az otthoni mécses vagy gyertyagyújtás is, ami szintén hamar okozhat lakástüzet, illetve a dohányzás, ami országos szinten is sok tűzesetért felelős. A katasztrófa védelem munkatársai fokozott elővigyázatosságra hívják fel a figyelmet mindezek kapcsán.